Északi szomszédunk Szlovákia, hegyes dombos vidék. Földrajzilag a Kárpátok vonulata határozza meg. Területének 42%-át erdő borítja. Szép tájai, egyedülálló műemlékei, világörökségi helyszínei egyre több turistát vonzanak. A mai Szlovákia területe nagyrészt megegyezik a felvidékkel, ezért háromnapos körutunk során lépten nyomon magyar vonatkozású történelmi és kulturális emlékekkel találkozunk. Besztercze bánya, Banská Bystrica, Nojsol, Neozólium. Sokak szerint Szlovákia legszebb fekvésű városa. A Garam és a Bystrica patak összefolyásánál a Körmöci-hegység, az Alacsony Tátra és a Nagy Fátra közti medencében fekvő ipari, kulturális és idegenforgalmi központ kerületi és járási székhely. A települést IV. Béla emelte városi rangra. A királyok IV. Béla, III. Endre, Károly Róbert, Nagy Lajos, Mátyás király és Beatrix királyné szívesen tartózkodtak a városban. A 15. században az augsburgi fuggerek és a szepességi gróf Turzó János kapták zálogul a részbányászat és érckereskedelem jogát, és rövid idő alatt szinte egyeduralmat élvezett a város ezüst és részkereskedelme Európában. Besztercze bánya büszkesége a központi szlovák nemzeti felkeléstér. A legszebb kilátás a színes térre a 16. századi Ferde óratoronyból nyílik. A legtöbb főtéri emeletes polgárház a 15.-16. században épült, gótikus vagy reneszánsz, néhány pedig barokk stílusú. Több reneszánsz háznak homlokzatát ékes sgraffitó díszíti. A homlokzatok mögött árkádos, lodzsás, hosszú udvari szárnyak húzódnak. Lefelé haladva a tér szűkül, és az alsó utcába érünk, ahol a 8-as számú házban választották Bethlen Gábort 1620-ban magyar királlyá. Az alsó utca végén álló Szent Erzsébet templomot a városi ispotály részeként építették a 14. század elején. A vele szomszédos házban lakott Bél Mátyás, a 18. század nagy történetírója.
A várnegyed nem nagy kiterjedésű, a város utcáival egy szintben áll, a 13. században épült. Az erődítés rendszerből a bástyatornyon kívül a barbakánnal ellátott gótikus kapuzat, az előkapu és a három bástya maradt fenn, valamint az egyik bástyához épült királyház Mátyás és Beatrix címerével. A várnegyedben álló úgynevezett német templomot románkori alapokon, gótikus stílusban építették, később reneszánsz elemeket kapott, majd a 18. század végi tűzvész után barokk stílusban újították fel. Külső falán, üveg alatt nagyméretű késő gótikus szoborcsoport köti le figyelmünket. Krisztus a Gecsemáni kertben. Csorbató, Strübsképlezó. 1350 méter tengerszint feletti magasságával a legmagasabban fekvő tátrai település, üdülőhely, idegenforgalmi központ. Azonos elnevezésű tó körül helyezkedik el, amely 19,76 hektáros területével a második legnagyobb tátrai tengerszem. A tó kerülete 2600 méter és körüljárható. Az elénk táruló panoráma egyike a legszebbeknek a Tátrában. A Kempinski szálló mögött a tóparton rábukkanunk Szent Iványi József emléktáblájára, akit a település alapítójának tartanak. A közelmúltban a Csorbató kiváló éghajlati viszonyainak köszönhetően hegyi fürdőhelynek számított. A fürdőházakat mára felváltották a szállodák, és a térség hegyi üdülő övezetté alakult át, amely híres kiváló sípályáiról is. Szepes szombat, Sipiszká szobota, Georgenberg, Fórum Szabbate. Egyike a történelmi szepesi városoknak, ma Poprád város észak-keleti település része. Orsó alakú főtere szinte krúdiasan álmodozó hangulatú a maga ódon reneszánsz és barokk házaival. A tér közepén áll a 13. századi kéthajós Szent György templom, északi oldalán megcsodálhatjuk a reneszánsz stílusban épült harangtornyot. A főtér 28-as számú házának falán öntött vas tábla emlékeztet Mátyás király látogatására, valamint a közelben ma is áll Hönség, gróf Benyovszky Móricz felesége családjának háza. Első állomásunk a magas Tátra aljában a Fehérvíz, Lejbic-patak és Poprád folyó egyesülésénél fekvő a középkori építészet értékes emlékeit őrző késmárk. Ezt a barátságos, ősi cipszervárost a hagyomány szerint messze földre eljuttatott kitűnő jusaltjáról nevezték el Kézemárknak. A Poprádi út mentén áll a főkép északi, dán és svéd evangélikusok adományából épült, a világörökség részeként jegyzett evangélikus templom.
A külsőleg egyszerűen ható, fehérre vakolt templom az épület szerkesztés magas iskolája. Mellette épült a piros téglaburkolatú, kupolás, magas harangtornyos, eklektikus, bizánci stílusú új evangélikus templom. A templomban megtekinthetjük Thököly Imre mauzóleumát a fejedelem palástjával és zászlójával. Szorgalmasan kereskedő várost Nagy Lajos emelte a szabad királyi városok rangjára. Mátyás királytól pallos jogot, vásártartási jogot és címerlevelet kapott. A város, a husziták pusztítása, a rendi felkelések, a sok tűzvész és ostrom miatt rendszertelenül fejlődött. Ma sincs olyan határozott központi magja, mint a többi szepesi városnak. Késmárk belváros a műemléki védelem alatt áll. A városháza eredetileg gótikus volt, később reneszánsz, majd cop stílusban renoválták. Mai formáját a 20. század elején kapta. A főutcáról nyugatra találjuk a Szent Keresztről elnevezett plébánia templomot. Mellette áll szepesség művészileg legtökéletesebb s graffitos díszítésű pártázatos reneszánsz harangtornya. A vár felé vezető utcán számos középkori eredetű vagy a 18. században újjáépült polgári ház áll, s valamennyit széles aluljáró, három ablak, emelet, magas oromfal, zsindelytetős, kétszeresen megtört kisablakos, keskeny homlokzat jellemzi. A legnagyobb műemléke Késmárknak a vár. Az eredetileg gótikus stílusú várat a Thököly család pompás reneszánsz várkastélyjá építette át. A Thököly felkelés bukása után a bécsi udvar a várat lefoglaltatta és az idők során sokféle célt szolgált. A terjedelmes várudvar északi részében látjuk a barokk bejáratú, eredetileg gótikus várkápolnát.
A terjedelmes várudvar északi részében látjuk a barokk bejáratú, eredetileg gótikus várkápolnát. Stukkóit olasz mesterek készítették. A csavart oszlopokkal díszített oltárán Szent István, Szent Gellért, Szent Imre és Szent László szobrai láthatóak. A Lőcsei patak völgyében épült város Szepes vármegye egykori székhelye. A város történelmi központját ma is 17. századi városfalak övezik. A hagyományos szlovák konyha alapanyagai a burgonya és a jutej készítmények. Nemzeti étel a brinzové haluski jutulós galuska. A városháza épületében ma a Szepesi Múzeum történelmi, néprajzi és Lőcsére vonatkozó gyűjteményeit tekinthetjük meg. A nagy ülésterem 28 keresztgerenda által tartott mennyezete és megannyi ólomkarikás ablaka művészi munka. A tanácsurak eskütételét ábrázoló festmény és az egykorú képek sajátos lőcsei történelmi hangulatot idéznek. A városháza mellett emelkedik a különleges műtörténeti jelentőségű Szent Jakab templom. A szárnyas főoltár 18,62 század méter magas, nemében a világ egyik legnagyobb és legszebb gótikus műemléke Lőcsei pálmesternek, Veit Stossz tanítványának és munkatársának alkotása. A történelmi városháza 15. században gótikus stílusban épült. Miután leégett, földszintjét árkádosra építették. Mai formáját Sulek Frigyes tervei alapján kapta, ő tervezte hozzá az emeletet is. A városháza északi szárnyán áll az 1651-ben épült harangtorony. Az épület déli homlokzatán az öt fő erény allegorikus képe látható. A szégyenketrec, Ketterhausen, ismét a városháza mellett áll. Utoljára 1850-ben csuktak bele ledérebb nőszemélyeket. Később a Probstner ház kerti dísze lett. Jókainak még ott mutatták meg.
Lőcsei Pál mester házában működő múzeumban közvetlen közelről megcsodálhatjuk Pál mester remek műveinek másolatait. A tér északnyugati sarkából feltekintve előtűnik a Máriahegy templom, azaz Kálvária, amely régi búcsújáró hely. Szepes hely, Spišská kapitula. Szepes vára közelében, a 400 méter magas Szent Márton hegyen keletkezett egy sajátos egyházi város, a Szepesi Prépostság székhelye, mely 1776-tól jelenleg is püspöki székhely. Ez a különleges kisváros egyetlen utcából áll. A kanonok házak gótikus eredetű, többször átépített, végül barokkosított épületek, a püspöki palota, az óratorony és a két tornyú püspöki székesegyház rendkívül hangulatos építészeti együttest alkotnak. A Szepesség és egyben az ország leghíresebb műemléke Szepesvára. Közép-Európa legnagyobb alapterületű vára, egy 614 méter magas gránit tetőn terül el. A 11. században kezdték meg építését. 1993-ban a vár és környéke az UNESCO világörökség listájára került. Esti séta Poprád város főterén. Gömör a sűrű erdők, vadregényes völgyek és dombok vidéke, ahol kastélyok, kúriák, ódon templomok, bányák és kohók sora tanúskodik az egykori jólétről. Betlér, Betliár községben festői szépségű parkban áll az Andrássy nemzetség egykori székhelye. A kastélyt körülvevő 56 hektáros park Szlovákia legértékesebb és legjobban megőrzött díszparkjai közé tartozik. Az 1978-tól a világ művészeti és kulturális értékű történelmi kertjeinek jegyzékében tartják számon.
Az eredeti gótikus várkastély története a 15. század közepe tájára nyúlik vissza. Az andrásiak több változtatást is eszközöltek az eredeti épületen. Az utolsó átépítés a 19. század végén fejeződött be. Az Andrássy család tagjai a II. Világháború végéig lakták a fényűző, de mégis otthonosan berendezett szobákat. A kastélyban jelenleg megtekinthető a nemesi lakáskultúra a 18. és 19. században címet viselő, a főúri Andrássy család művészet történeti gyűjteményét bemutató tárlat. A gyűjtemény alapját kiváló képzőművészeti alkotások, gyönyörű bútorok, kerámia, üveg és porcelán tárgyak, tálalóeszközök, környékbeli és külföldi vadásztrófeák képezik. Mindezek mellett itt található az andrássyak nemzedékei által létrehozott, ritkaság számba menő történelmi könyvtár is.
Rozsnyó, Rozsnyává, Rozenau. Már a középkorban jelentős város volt. Gazdagságát arany, ezüst, ércbányák és kohók biztosították. Középen áll az erkélyes középkori őrtorony, a hozzá csatlakozók Szavéri Szent Ferenc templom és Andrási Franciska grófnő mellszobra, amelyet a város lakosai közadakozásból emeltek. A 19. században az Andrási családnak köszönhetően felvirágzott és gömör központja lett. Ma járási székhely, lakosságának egyharmada magyar nemzetiségű. A tér nyugati oldalán áll a város címerével jelzett városháza, homlokzatán emléktábla emlékeztet arra, hogy II. Rákóczi Ferenc 1705 és 1707 között Rozsnyón intézte kormányzati ügyeit. A térből nyíló kis utca végén látjuk a 14. századbeli püspöki katedrálist, különálló barokk harangtornyával. A főteret övező házak közül rögtön szembetűnik a copf stílusú egyemeletes püspöki palota, amely egykor jezsuita kolostor volt. A város történelmi központjában fekvő négyzet alakú főteret, a bányászok terét, gótikus, reneszánsz és klasszicista stílusban épült polgárházak övezik. A várdomb alatt a Kassa felé vezető országút bal oldalán áll egy egyedülálló szecessziós műemlék, az Andrási mauzóleum, amelynek építését 1904 őszén fejezték be. Azon kevés 20. század elejé felvidéki építmények egyike, amely a müncheni Jugendstil képviselőinek munkája. Nem tudunk betelni a márványfalak nézésével, tündérpalotában képzelnők magunkat, ha e márványtükör a napsugarakat szórná szét. Írta a Rozsnyói Híradó 1904. október 30-án. A mauzóleumot gróf Andrási Dénes építette, imádott felesége, Hablavec Franciska végső nyughelyéül. A szecessziós és bizánci hatású mauzóleum építésekor a világ csak nem minden márványfajtáját felhasználták. A legértékesebb a Szent Franciskát ábrázoló oltárképe, amelyet 4000 mozaik kőből velencei művészek készítettek.
Kassa, Košice. Pozsony után Szlovákia második legnagyobb városa. Szép fekvésű, műemlékekben gazdag, ősi település. Művelődési, ipari, kereskedelmi és közigazgatási központ, egyetemi város, gazdag történelmű és magas kultúrájú hely. Nagy hírnévre tett szert, mikor 2013-ban az Európa Kulturális Fővárosa címet viselte. Kazincit idézve, Kassának alsó kapujától a felsőig, s így 1070 lépésnyire egy annyira széles utca nyílik el, hogy azon a templom is elfér, mégpedig nem hosszában, hanem keresztül rajta. Ez a Kazinci által nevezett templom a gótikus építőművészet remek műve, a mai Szlovákia legnagyobb temploma, a Szent Erzsébet székesegyház. Mai formáját a pesti parlament tervezőjének, Steindl Imrének tervei alapján kapta. A dómba a nyugati kapun lépünk be. A hatalmas pillérektől támogatott hálóboltozatos főhajó lenyűgöző hatású. A szentély fölötti színes ablakok a 15. századi szárnyas főoltárra szórják a fényt. A déli kereszthajóból a királylépcső vezet a Mátyás oratóriumba. A legszebb domrészletek Mátyás király idejében készültek. Az északi kereszthajó homlokzatát Dudics Andor Rákóczi falfestménye foglalja el. Alatta nyílik a kripta, ahol évente több ezren teszik tiszteletüket. Itt nyugszik 1906 óta a középső szarkofágban II. Rákóczi Ferenc, fia József, édesanyja Zrínyi Ilona, jobbra gróf Eszterházi Antal, balra Sibrik Miklós, és a negyedik szarkofágban gróf Bercsényi Miklós és hitvese. A Szent Erzsébet székesegyház, a Szent Mihály tetőkápolna és az Orbán torony egyedül álló gótikus épület együttest alkot. Északi irányba sétálva a Kassai Állami Színház neobarokk, eklektikus stílusú épülete előtt elhaladva megcsodálhatjuk a 15. században épített Lőcsei házat, melynek hátsó traktusában lakott Tinódi Lantos Sebestyén.
A mellette álló neves épület a premonteiek temploma, amely II. Rákóczi György özvegye adományából épült. A templom mellett lévő kolostor épület királyház volt. Lakott itt Bocskai István, Bethlen Gábor, első Rákóczi György is. Ma az épületben Magyarország főkonzulátusa székel. A források Kassát 1230-ban Villa Cassa néven említik. 1347-ben lett vásártartási, árumegállítási joggal rendelkező szabad királyi város. Politikai jelentősége miatt Bocskai István, Bethlen Gábor, Tököli Imre és a Rákóczi család egyaránt kézben akarta tartani ezt a stratégiailag és gazdaságilag is igen fontos várost. Egyetemet 1657-ben kapott Kassa. 1788-ban itt indult meg Kazinczy Ferenc, Bacsányi János és Baróti Szabó Dávid szerkesztésében az első magyar folyóirat, a Magyar Múzeum. Elhagyva a főteret, a Posta utcán áthaladva érünk a Mészáros utcába, a világszerte ismert Márai Sándor, a kassai származású európai, a 20. század krónikása családjának házához. Az utca végén az író nevét viselő kis téren egy parkban találjuk Márai Sándor 2004-ben felavatott szobrát. Az íróval szembeni üres székbe ülve társaloghatunk vele Kassáról, Felvidékről, vagy az Örök Felvidék című írásában közölt gondolatairól. A felvidéki polgár őriz egy életformát, mely a magyarság dunai helyzetének titka, őriz egy felsőbbrendű emberi magatartást, mely módot ad hozzá, hogy megmaradjon magyarnak és vezető szerepben akkor is, mikor a politika vagy a történelem erőszakos mozdulata kicsavarja kezéből a kardot vagy a városbíró pálcát.